érdekeitől vezérelve. Az alapítás és a korai évek. Zejzel Éva munkái a Gránitban címmel nyílt kamarakiállítás a kispesti helytörténeti gyűjteményben. Bővült is, de azért annyival nem. A látványkiállítás, ami egyben egy raktár is, az a Gránit teljes szegmensét mutatja a szaniteráluktól kezdve a hétköznapi használati edényeken át némi díszműkerámiát is. De ugye a helytörténeti gyűjtemény folyamatosan kutatja a gyári tervezőket és iparművészeket, akik dolgoztak a gyárnak. Nagyon keveset tudunk róluk, mert a levéltári iratokban nem maradt fönt semmi adat, így aztán igen lassú és nehézkes a kutatás, de mindig érünk el valami részeredményt, és akkor ezt szeretjük megmutatni. Erre egyébként nagyon alkalmas ez a kicsi kamaraterem, amivel mi itt rendelkezünk, és ez alkalommal Zejzel Évát mutatjuk be a nagy közönségnek, és nem csak őt, hanem a Gránit gyárnak a korai tevékenységét is egyben, hiszen a gyár 1922-ben alakult ugyan, 23-ban építették föl, és 1924-ben indult meg a gyártás, tehát tulajdonképpen ezzel most egy kicsit ülünk egy centenáriumot is. A megnyitón Sikló Zsuzsa, a gyűjtemény vezetője köszöntötte a vendégeket. Már évek óta rendezünk gyűjtők és gyűjtemények címen kiáltást, mi ezt mindig kamara kiáltásnak hívjuk. Most a gyűjtők, azok mi vagyunk magunk, úgyhogy a mi gyűjteményünkből láthatnak most egy kollekciót ezen a sorozaton belül. Én azt gondolom, hogy aki ismeri a gyűjteményt, és ilyen sokan vannak itt, azt tudom, azok tudják, hogy a mi gyűjtőkörünknek a legfontosabb, nem csak ez, de a legeslegfontosabb része az tulajdonképpen a porcelán és küledénygyár, illetve, ahogy mindannyian ismerjük, a Gránit gyárnak a tevékenysége, munkássága, a története, és ezzel most már több évtizede igyekszünk foglalkozni, na még több évtized kell azért, hogy igazán valahova eljussunk így a kezdetektől. A gyár első termékei tömegfogyasztásra szolgáló, olcsó fajansz termékek voltak. Különféle edényáruk, kávés és teás csészék, tányérok. De a mostani kiállítás az 1924-ben elinduló díszműáru gyártásra fókuszál. Így virág és pálmatartók, vázák, figurális tárgyak kerültek a vitrinekbe. A korban szokásos művészéletrajz Budapest, Berlin, végül New York, Zejzel Évánál kicsit különösebben alakul. Az az anyai ösztönzés, melyben felnőtt, Polányi Laura a történész, feminista anya, vagy még visszamenve volt Cecília a nagymama, kinek Krisztina körúti lakásában a századforduló környékének minden fontos írója, filozófusa megfordult, és Gyula szerint volt, hogy százan nyomorogtak a kislakás szalonjában, minden társadalmi konvenciót megsértettek, vagy kijátszottak, a maguk jogán alakítva életüket, ez vezette Évát saját egyéni útjára. Nagypolgári életszínvonal, kapcsolatok tárháza állt a fiatal lány előtt, aki 21 évesen belépett a kispesti gyár kapuján, miután egy egyszerű kályhakészítőtől eltanulta a mesterséget. Élvezte az életet, kalandként élte meg a pillanatokat, az ideiglenesen összeeszkábált ágyat, melyen a gyárban aludt, az egyszerű nőket, akikkel dolgozott. Ez a fiatal lány az embereknek akart adni valamit, és ez a valami egész életén át és akkor is a szépség volt. Őt a sorozatgyártás érdekelte, a nagy termelés, hogy amit készít, az sok emberhez eljuthat. Ez a gondolat az ipari forradalomtól napjainkig mozgalmakat indít el, az Arts and Craft, a századelei verskötték Ausztriában, a Werkbundok Németország szerte, a házi ipari műhelyek Magyarországon, de végső soron még maga Bauhaus is a hétköznapi embert akarta olyan tárgyak birtokába juttatni, melyek hasznosak, egyszerűek és esztétikusak egyben. Ám Éva nem csatlakozott ideológiákhoz, a saját útját járta, melynek legfőbb mozgatórugója kíváncsisága volt. Fiatal éveiben szinte minden évben más-más gyárnál találjuk, hogy aztán szakmája egyik csúcsaként a Szovjetunió filmkerámia gyártásának élén találjuk.
Ugyanaz a hatalom, amely magasba emelte őt, pár évvel később bebörtönözte. Szerencsés megmenekülése után Bécsbe érkezve tovább kellett futnia, az Anschluss másnapján a náci rezsim először Angliába, onnan New Yorkba viszi tovább az élet. Gránitgyári egy évének, első munkahelyének darabjai és a későbbi kifinomult munkái között hatalmas a szakadék. Kiforratlan fiatal lány még első sikerei a philadelphiai világkiállítás és az első budapesti áruminta-vásáron szerzett elismerései után. A kispesti gyár mégis kitelepített számára munkaeszközöket Istenhegyi házuk udvarára, az üvegházat birtokolta, mint műhelyt kislánykora óta, és megkezdi a munkát. Lázasan dolgozik, fáj a keze a sok madaras relief készítéstől. A kiállításba belépve a szemben lévő vitrínbe gyűjtöttük azokat a munkáit, melyeket azonosítani tudtunk az évek során. A keze alól kikerült formák és egy dekor, még szabolátlanok, véletlenszerűek, vagy éppen a magyar fazekas hagyományokat követik. A gyár szinte napra Kispest várossá válásával egy időben alakult. 1923-ban épül fel grandiózus épülete a Fadrusz utcában, majd egy évvel később indítja be a gyártást, így centenáriumára is emlékezik a tárlat. Jó.